Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenem! Abban az időben azok között, akik felzarándokoltak, hogy az ünnepen imádják Istent, volt néhány görög is. Ezek oda mentek Fülöphöz, aki a galileai Betszajdából származott, és kérték: Uram, látni szeretnék Jézust. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. Aztán András és Fülöp elmentek, és elmondták Jézusnak. Jézus ezt válaszolta: Eljött az óra, hogy megdicsőjön az emberfia. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hullik a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem. És ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, az becsülni fogja az Atya. Most megrendült a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, szabadíts meg ettől az órától. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg fiad nevedet. Erre hang hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ismét megdicsőítem. A tömeg, amely ott állt, ennek hallatára azt gondolta, hogy a menny dörgött. Mások úgy vélték, angyal beszélt vele. Jézus megmagyarázta nekik: nem miattam hallatszott ez a hang, hanem miattatok. Ítélet van most a világban. Most vetik ki ennek a világnak fejedelmét. Én pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, mindenkit magamhoz vonzok. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Ezek az evangélium igéi. Amen.